Volt meccselemzés is az Egerről, és az előző meccseken elég fura módon nem igazán támadtak, tehát maximum egy csatáruk maradt elő, mi így is készültünk, ezért álltunk fel három védővel az elején, hogy inkább a középpályán és a fenti régiókban tudjunk hatásosabbak lenni. Ehhez képest az Eger azért elég jól kontrázott, úgyhogy a második fél időben vissza kellett állnunk a négy védős rendszerre, hogy egy kicsit stabilabbak legyünk, és hát jól sikerült. Hogy nagyon nehéz meccs számítottunk, mert tudtunk, hogy Eger fog védekezni, és első gól nagyon fontos volt, mert utána teljesen más volt a játék. De mi is kicsit nem tudtunk jó válaszolni gól után, de hál' Istenem sikerül második gól rúgni is, és utána megnyugodt a csapatunk, és hál' Istenem sikerül megszerezni ezt a három pontot. Igen, már mindenki várta, hogy megérkezzen és bemutatkozzon. Nagyon örülünk neki, végre egy gólerős csatár, és kívánom neki, hogy a következő mérkőzéseken is rúgjon egy gólt legalább. Szerintem igen, én külön nagyon örülök neki, mert Kabat Peti mellett kell még egy csatárunk. Idáig Jadinoz volt, most Bruno is itt van, szerintem most nagyon jó vagyunk ott felül, és remélem nagyon, hogy következő meccsökben fogunk sok gólt rúgni, mint ma. Mindenképpen meg kell tartanunk ezt a formát, győzelemre kell törekednünk. Azt gondolom, hogy azért van még mit fejlődni, mert ez a meccs se volt olyan, amit mi akartunk. Úgy gondolom, hogy még van előttünk egy hét, azért Szombathelyen nehéz dolgunk lesz, azért tudjuk, hogy egész jó játékerőt képviselnek, úgyhogy nehéz mérkőzés lesz, de nagyon remélem, hogy minél több pontot tudunk begyűjteni. Nagyon egy forma, mert mindenki meg kell, tud verni, és szerintem nagyon kicsi különbség van mondjuk első csoporttól, nyolcadiktól, azért mondom, nincs könnyű meccs, most menjünk Szombathelyre, de nekünk, mi számunkra nagyon fontos ez a három pont.